nem csak a Dílalföld legvirágosabb, legszebb városa, hanem most már 2016-tól kezdve Gyula a Diákolimpia városa is. A tavalyi évben Gyula az ország ifjúsági sport életében is jelentős szerepet töltött be, mondta el Kónya István, a polgármester szombat este az év sportolója díját adó gálán. A városi sportcsarnokban megrendezett bálon a gyulai sportélet jelentős szereplői és a városi sportbarátai gyűltek össze megünnepelni a tavalyi év sikereit. Köszöntő beszédében Görgényi Ernő polgármester kiemelte, hogy a város az elmúlt években nagy hangsúlyt fordított a sportélet fellendítésére. Négy gyulán a rendelkezésre álló, a sport céljait szolgáló pénzügyi forrásainkat nem egy vagy két professzionális csapat finanszírozására fordítjuk, hanem évről évre arra törekszünk, hogy az utánpótlás nevelés, a tömegsport és a sportegyesületek támogatását finanszírozzuk belőle. A műsor táncos előadással folytatódott, majd pedig megkezdődött a 2016-os év kiemelkedő sportolóinak járó díjak átadása. Elsőként Reisz József úszóoktató kapta meg a város sportjáért elismerést, amit több évtizedes edzői pályafutásával érdemelt ki, mely során amellett, hogy az iskolai úszásoktatást irányította, több magyar válogatott úszót nevelt. A fogyatékkal élőknek segítem a felkészülését, elsősorban a Bíró Bernadettnek, és nagyon-nagyon szeretném, ha közel jövőben lesznek egy nemzetközi vagy világverseny, úgy, mint ahogy volt az olimpia, talán két év múlva újra lesz, és én nagyon szeretnék szintén, hogy ő kijusson, és ott nagyon jó eredményeket tudjon elérni. Az évnői sportolója Burás Anna Mária úszó lett, aki a református iskolák országos bajnokságán két első díjat is nyert a magvetőnek tavaly, és a gyulai úszó szakosztály színeiben komoly eredményeket ért el Tóth András felkészítő edző mellett. Egy versenyző mindig jobb célokat tűz ki magának. Én is így vagyok ezzel, nyilván nyerni szeretnék. Elsősorban az időimet szeretném megjavítani, és további versenyeket nyerni. Süli Rihárd lett az év férfi sportolója. Az atléta Kertes István edzővel jelentős sikereket ért el az elmúlt időszakban. Örülök ennek a díjnak, az életem egy nagy mérföldköve. Hát igazából most alapozunk, készülünk a jövő évi Európa-bajnokságra, és ott szeretnék minél jobb eredményt elérni, és ugyanúgy országos szinten is. Az év csapata a Gyulai Amazonok labdarúgó csapat lett, akik jelenleg címvédőként vezetik a futszál MB2-es teremlabdarúgó bajnokság tabelláját. Ifjúsági kategóriában Daka Anett úszó és Horváth Csoma vívó érdemelte ki az első helyezést, a legjobb ifjúsági csapat pedig a mezei junior futócsapat lett. Emellett Bíró Bernadett, Herceg János, Jenei Zoltán és Ale Patrícia a legkiemelkedőbb eredményeket elérő fogyatékkal élő sportolók kategóriájában vehettek át díjakat.